A testemben vagyok úgy, hogy állandóan edzek, és soha nem vagyok elégedett semmivel se. Tehát, hogy amikor már elkezdenek aggódni mások, hogy úristen, valami bajod van, hogy így lefogytál, én akkor kezdek el igazán tetszeni magam, de még akkor se tűnik föl, hogy annyira lefogytam volna, mert hogy valahogy ez így nem. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és egy kicsit meg is lepődtem ám, hogy elfogadtad. Mert? Igen, mert hogy valószínűleg van egy ilyen rossz összecsatolás az én fejemben is, hogy annyira a politikában látlak, annyira keményen kérdezel, annyira, hogy ez szinte ilyen nemtelenné teszi az embert, hogyha ennyire csak arra figyelsz, ami a tartalom. Tehát, hogy nálad, amikor mondjuk csinált egy politikai beszélgetést, akkor az ember nem tudott arra figyelni, vagy nem figyelt arra, hogy egyébként milyen a hajad, vagy milyen a sminked, ez kb. 1835. dolog volt, hanem arra figyeltem én legalábbis, de szerintem mindenki, hogy okos vagy, hogy milyen jól kérdezel, hogy nem hagyod magad, hogy akkor is visszatérsz, hogy szóval, hogy ez valami teljesen más, és ehhez képest, meg ugye ez egy olyan sorozat, ahol azért az alap az, hogy sminkelünk, hogy sminkről beszélgetünk, szépségápolásról. De egyébként ezen érdekes, amit mondasz, mert ugye 100 éve nem csinálom már gyakorlatilag a politikai újságírás, azóta volt egy olyan talkshow, ahol művészekkel nevetősen nem tudom, de mégis különben én is tudom, hogy az emberek nagyon nagy többségének, hiszen tehát tényleg több százezren nézték azokat a műsorokat, mondjuk a talkshow-mat is, hogyha összeadom, akkor sok százezren nézték, de mégis a köztudatban igen, ez a karót nyelt és komoly, és nem tudom, de a magánél, igen. Nem is karót nyelt, mert egyébként nem, tehát ezt nem gondoltam rólad soha, hanem hogy egyszerűen ott ez van, hogy neked arra kell figyelni, hogy te is arra fókuszálsz, arra koncentrálsz, és szerintem még csak nem is azért ez marad meg az emberben, mert hogy ezt vagy azt többen látták, hanem mert ez annyira egy különleges dolog szerintem még a mai újságírásban, a mai televíziózásban is, hogy nőt látunk ilyen keménynek is. És a keménynek az most nem, ne is félre, nem, tudom, nem, igen, nem igen, egy igen, olyan, nem, igen, tehát abszolút nem pejoratív, hanem egyszerűen ott ülsz férfiakkal szemben, akik meg akarnak úszni dolgokat, akik ki akarnak kerülni dolgokat, akik nem akarnak válaszolni, és gyakorlatilag te az eszeddel fogod össze az egészet. És hogy ez annyira különleges, hogy persze, hogy ez kapcsolódik, vagy ez az, ami így hozzád tapad, vagy hozzád nő. Hát figyelj, igazából amikor elkezdtem a talkshow-mat, akkor is pont ezt akartam leépíteni, mert hogy én úgy döntöttem, hogy leszámolok a politikával, és milyen érdekes, hogy ugye jött ez a karantén időszak, és akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen most tényleg mindenki boldog-boldogtalan valamit fölrak, meg nem tudom, úgyhogy én is úgy éreztem, hogy tulajdonképpen akkor csak bohócok magamból, amikor csak akarok, és a legnagyobb döbbenet számomra, hogy amit aztán tőlem szerintem tényleg nem várt senki, hogy ahogy elkezdődött, mit tudom én, a karantén, rá 2 hétre a Mici Mackót átírtam, és elénekeltem a Hulla Hózikot a mosoly erejéről, mert én alapvetően most már tréningeket, meg coachingot csinálok, és akkor ilyen szakmai tartalmat próbáltam belecsempészni egy gyerekdalba, és figyelj, az, hogy 300 000-en nézték meg, ez számomra maga volt a döbbenet, és akkor utána jött a többi dal átirat, tehát, hogy így a karanténnál azt hiszem az agyamnak valamelyik része, hogy lehetséges, hogy így felszívódott, és akkor így odaálltam, és úgy éreztem, hogy ha most valaki ezt mondjuk rossz néven veszi, és akkor elkezdenek jönni a negatív kommentek, akkor az ő baja. Annyi pozitív komment jött, és egy csomó ilyen volt, hogy úristen, Szilvik, ezt nem is gondoltuk volna magáról, vagy rólad, most már ugye ilyen tegeződés, meg mit tudom én. Tehát, hogy tényleg van az emberbe beleépül valami, mert elgondolsz valakiről valamit az alapján, hogy te annó hogy láttad nagyon sokszor, és egyszer csak, amikor szembesülsz azzal, hogy ő nem egyenlő azzal a szerepkörrel, amiben annó dolgozott nagyon sokáig, akkor azért az tud ilyen. Igen, de nálad még csak nem is az van, mint a Barátok közt Mikiénél, hogy egyébként nem feltételezzük, hogy neki van igazi élete, van másik családja, és egyébként neki van másik neve is. Szóval itt azért nem erről van szó, hanem az, hogy te egy nagyon okos nő vagy. Ja, és általában a nagyon okos nők azért nem biztos, hogy mondjuk van idejük, vagy egyetem prioritása az, hogy egyébként így csajoskodjanak, vagy mennyit csajoskodnak, vagy egyébként otthon kenegetik, pipettázzák, sminkelgetik, és egyébként Kardashian bronzosító és árnyékoló videókat néznek, szóval hogy azért ez mégiscsak egy másik mozi, és erről, például ebben a témában én rólad semmit nem tudok, így próbáltam, de hogy... Igen, mert aztán nem feltételezték, hogy én erről, tehát hogy azért, hogy mondjam, otthon nem szoktam egyébként órákig ülni a tükörét és sminkelni magamat, de azért, hogyha elmegyek valahova, ahol meg kell jelenni, akkor azért
Akkor azért oda rakom a kis izét. Egyáltalán a te viszonyod ezekhez a dolgokhoz, ami benned van, a te érdeklődésed. Nekem van egy pici sminkteskám, amiben benne van a mindig fogkrém, fogkefe, tehát az gyerekkoromtól az alap. De mindig van szemceruza, spirál benne, rúzs, pirosító, alapozó, tehát az ilyen alap dolgok. De egyébként nincs sokkal több otthon, tehát hogy én azt a keveset azt cipelem magammal, hogyha ne adj Isten, nem tudom, az történik, hogy. Krémekből van egy-kettő, tehát hogy nem jut eszembe. 100 éve nem voltam különben kozmetikusnál, hogy kitisztítsa a bőrömet, tehát hogy ez a része például, ez érdekes, hogy ez nincs meg. Egyszer csak így leszoktam erről, tehát hogy ez így nincsen. De tévés vagy. Hát te oké, hát ott kisminkelnek a tévében, de hát egyébként meg amikor elmegy az utcára, akkor annyit megcsek, hogy megcsem a szememet, az arcomat, a számat. Ha a boltba ugrom le, akkor nem csinálom meg. Anyukám ettől rohamot kap, mert hogy nem megyünk rúzs nélkül boltba, de én megyek. Civilben többet vagy smink nélkül, mint sminkben? Igen. Én akkor festem igazán ki magam, ha tudom, hogy valahol meg kell jelenni. Tehát, hogyha most elmegyünk vacsorázni valahova, vagy elmegyünk, nem tudom, akár moziba, színházba, akkor oda megcsinálom magam. Hmm. De nyáron, amikor leköltözünk a Balatonra, akkor gyakorlatilag otthon is hagyhatnám azt a kis pici sminktáskát, mert eszembe se jut, de még akkor is, hogyha a Balatonon elmegyünk este vacsorázni, oly jó az, ahogy lebarnított a nap, az nekem pont elég, és nem festem ki magam. Tehát nem. És hogyha a Facebookodra mondjuk készül egy fénykép, ami civil, tehát hogy nem forgatásról. Nagyon érdekes dolog, hogy a Facebookra egy csomó olyan videót raktam ki, ahol nem sminkeltem ki magam. Tehát amikor arról beszéltem, hogy hogyan tudom megmasszírozni az arcomat, a hátamat, hogy ellazuljak egy-egy fontos fellépés előtt. Vagy az, hogy ilyen otthoni torna gyakorlatokat mutattam, amit egyébként szoktam a tréning résztvevőinek arra mutatni, hogy tudják magukat energetizálni. Vagy csak, hogy odaálltam és elénekeltem egy dalt, úgy éreztem, hogy a karanténban otthon, az számomra nem természetes, hogy kisminkelem magam, hanem én ilyen vagyok, és aztán pont. De amikor az volt, hogy oké, de most egy olyan Nárai Tamással elkezdtünk egy köztünk szóval sorozatot a karantén idejébe, oda igen, szemecske, mert azt úgy ítéltem meg, hogy az egy tévéműsor. Az összes többi, az meg egy olyan tartalom, amit olyanok néznek, akik a tartalomra kíváncsiak, és oda nem rakom oda magamat. Tehát, hogy így. És a hiúság, akkor hogy? Mert tévében dolgozol. Hiú vagy. Nem lehet, hiú, hogy nem. Hát, de az akkor is hiú volt, amikor nem dolgoztam a tévében. Tehát, hogy... Igen, de aki a tévében dolgozik, nyilván annak azért nehezebb, mert tudja, hogy mások is látják, és mások is megítélik, és ott nem csak magának akar tetszeni, vagy a saját mércéje szerint akar mondjuk jól kinézni, hanem akárhogy is, de eszébe jut, hogy ha ez most nem néz ki jól, akkor otthonokban azt fogja mondani valaki, és akkor ez mégiscsak így a fejében ott van szerintem az embernek, ami mondjuk egy az egészségesnél nagyobb hiúsággal párosítva, az a pokol. De szerintem nekem nincs az egészségesnél nagyobb hiúság. Tök érdekes dolog, hogy a testemben vagyok úgy, hogy állandóan edzek, és soha nem vagyok elégedett semmivel se. Tehát, hogy amikor már elkezdenek aggódni mások, hogy úristen, valami bajod van, hogy így lefogytál, én akkor kezdek el igazán tetszeni magam, de még akkor se tűnik föl, hogy annyira lefogytam volna, mert hogy valahogy ez így nem. El se teltem, és most nem ennyire vékony. Képzeld el, hogy, és ezt egy csomó barátnőm mondta most, hogy most már tényleg hagyjak meg, mert nem akarnak velem együtt. Vagy. De hogy én nem látom magam egyáltalán vékonynak, és hogy amikor így visszajelez valaki, hogy jó, és figyelj, és nem lóg a karod, tehát látom, hogy nincsen integető. Jó, azért itt azért már elkezd, de itt erre azért büszke vagyok. Ezt mindig így, hogy a fésűs Nelly kar, mert neki van ilyen teljesen váratlanul, teljesen izmos vékony. És képzeld el, ez semmit nem csinál, tehát ez így magától van, ide már kéne, mert az már nincs magától. Ahol dolog van, ott dolog van, tehát hogy azért én nekem így combot kell állnom edzenem, a feneket, tehát hogy azokkal foglalkozok a karom, az magától egyébként egészen izmos, tehát hogy úgy, de azt csinálom, szóval az heti 4-5, az mindig, tehát hogy az én megszállottam. Néha megszállt oda figyelek arra, hogy mit eszem, máskor meg így rám jönnek ezek a zabálási periódusok, és akkor ami a csövön kifér, tehát egymás után a sós az édes, meg a sós meg az édes, tehát hogy ilyen gombócarturos, de az arcommal meg, tehát mondom, nem tudom, most így nézem magamat, hogy így nem jut eszembe. Azt hiszem sajnálom. Arra például sajnálom az időt, hogy most másfél-két órákat egy szalomban töltsek, hogy ott birizgálják a fejemet. Tehát ez nem jut eszembe. Még azt mondom, hogy a koromhoz képest nincs is annyi ráncom, tehát hogy még azt sem mondom, hogy soha nem betemednék egyébként én arra, hogy bármilyen plasztikai beavatkozást. Nem? Nem? Tehát, na, azt, akkor ezt na, soha? Soha.
Tehát olyat csináltam már, olyat csináltattam már egyszer életemben, hogy ilyen, ami 25 ezer, tehát volt egy olyan gép, amivel ilyen 25 ezer kis tűszúrást csináltak az arcodon, mondva, hogy ez belül sebetelt, és akkor ott elkezdődik a kollagén termelés, a lyukokon beküldik a hialuron. Én azt mondtam, hogy leszakad az arcom, úgyhogy én a harmadik kezelésem el sem mentem, mondtam, hogy nekem ez a kettő bőven elég volt, és ezzel sajnos nem vagyok a továbbiakban hajlandó foglalkozni. De arra azt mondtam, hogy az nem egy klasszikus plasztikai sebészet, hogy itt föl. Ja, és akkor ott volt az, hogy akkor az asszisztens mondta, hogy hát azért egy picit meg van ereszkedve már itt a szemöldökömnél a bőr, és akkor ők azt tudnák csinálni, hogy akkor itt lyukat fúrnának a fejembe, és akkor azzal beraknának valami szálat, és mondom, hogy az én fejembe se lyukat nem fog rakni, se szálakat nem fog húzogatni, ez egészen biztos. És nyilván jobban örülnék, hogyha ilyen csodálkozó tekintetem lenne mindig, de nem vagyok hajlandó ez, tehát hogy ez, mert ettől, egyébként valószínűleg azért is, mert egyrészt félek. Botox? Se ilyet, abszolút nem. Tehát, soha ilyen, nem is. Soha nem is, és soha nem, tehát hogy se múlt, se de jelen, értem, se jövő, tehát nem. Jövő. Tehát ezeket abszolút nem. És legfőképpen azt hiszem azért, mert hogy nagyon sokakon látom ezeknek a beavatkozásoknak a baromi káros hatását. Tehát ugye valószínűleg nem veszi már észre. Ja, de hogy egyszerűen úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, porcelán valami, mert már azt nem is tudnám sokszor női arcnak nevezni, a szájfeltöltéstől kezdve a nem tudom, mint keresztül, és azt gondolom, hogy nem természetes. Tehát, hogy én ebből ebből a szempontból én abszolút így a Meryl Streep az, aki nekem, vagy a Susan Sarandon, aki nekem egy ilyen példakép, hogy nyilván csinál valamit, de hogy azt annyira szépen csinálja, hogy azért megmaradnak a természetes ráncok, de jó ránézni, és azt mondod, hogy úristen, tök természetes és szép. De neked az se okozott gondot, amikor azt mondtam, hogy üljves még nélkül. Azt mondom, mert hogy úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor be kell ülni, akkor... Nem kell. Jó, hát de kell, mert a te műsorodnak az a lényege, akkor a műsornak az a lényege. Azt mondtad tehát, volna, volt olyan, akinek elmondok, hogy ez a lényege, és azt mondta, hogy nem, mert ő így van, és ő ez, és ugye, egyébként csodálatos ő. Valahol a közép, szerintem a középen van valahol a jó döntés ebben az értelemben, mert például most volt az, hogy a... Istenem! Közben egyébként kezdjél sminkelni, és nézze meg, hogy miből lehet válogatni. Aha. Jó, hát most ugye mindig a szememmel kezdem, nem az alapozóval kezdem, de azért maradt rajtam egy kis alapozó, most akkor tegyek még szent? Nem kell, figyelj, olyat csinálj, amivel... Jó, mert az alapozót azt hagyom, ezek például lehet, hogy egy csomó dolog, el sem tudom dönteni, tehát ez nyilván így a szemre való gondolat. Tehát, hogy nekem ilyenek, na például ilyenek... Megeszlek olyan aranyos vagy. Nekem van egy szemszerozám, azzal húzogatom, és akkor így ez... Na várj, akkor szemszerozát keresek. A Helen Millerre akartam utalni, hogy imádom, és egy óriási színésznőnek tartom. És tök érdekes dolog, hogy most rakott ki a Facebookra nem csak ő, hanem néhány tényleg nagy sztár olyan képet, hogy úgy tudom én egy filmben, vagy valahol, ahol meg van csinálva, meg hogy reggel föl kell. És akkor egy marketinges csaj írta, mert mindenki el volt állni, hogy úristen, hát ez milyen nagyon nagy dolog, és nem tudom. Azért azt hiszem reggel felkés után én például nem raknám ki magamról a képet, mert azt meg a másfajta magamutogatásnak gondolom, de tök érdekes dolog, hogy tényleg nekem is ugye ellen, így hátra hőköltem, hogy én nem ezt az arcot akarom. Köszönöm szépen, nekem az az arc legyen, ahogy ő Erzsébet királynő, meg ahogy ő a nem tudom milyen filmben, tehát hogy legyen egy arc, ami az arc, és az se, mert minden, tehát van olyan film, amiből ő csúnya, de mégis úgy kitündököl a belső szépsége. Ez a kép, mert ez egy hülye arcot is vágott, hát erre azt mondtam, hogy na jó, hát ez már tényleg, erre már én is azt mondom, hogy ez már lehet, hogy túlzás. Tehát, hogy az ember így egy kicsit arra oda érdemes odafigyelni, hogy végülis neki tényleg az arca is a munka eszköze, hogy abból mit mutat meg. Kicsit közelebb megyek, jó? Mert csinálj, nem lássam magamon. Várjál, így fogtam. De majd lehet, hogy most csinálok egy kis izét. És szemhéjamat így... Cicára? Csak annyi, hogy egy kis árnyékot rakni. Tök érdekes, mert például hogy ilyenekbe beavassalak titeket, hogy a jobb szemem az kisebb, mint a bal. Csak azzal kell szól, és tényleg azért, tehát, hogy mondjam, aki árgus szemmel nézi, az tényleg látja, hogy ezt így föl lehetne, és akkor tényleg ilyen csodálkozott tekintetem lenne, de ez most nem ez. És akkor így azt kell jól belőni, hogy ezért mégis nagyjából egységes képet tudja mutatni akkor, amikor így.
De van ilyen esti, mondjuk ilyen lefekvés előtti szépségrituálé? Tehát van valami... csak, hogy, hogy lemosom a külön a szemsmink eltávolító folyadék, rendes smink eltávolító, hogyha éppen van smink, ha nem, akkor nem. Egyébként meg sima egyszerűen ilyen, jó, mondjuk most itt márkát ilyeneket nem mondunk, de, mondja, mondjuk melyik kliniket használok már 100 éve, és akkor a kliniknek van ilyen, hogy akkor arcizé, szappan ilyen folyékony, akkor azt, akkor van ilyen ravír, azt leszoktam, és akkor rakok egy kis szemkrémet, meg egy éjszakai krémet, ennyi az esti. Tehát nem teszem be egy maszkot sem, most rendeltem itt a karanténban, a shoppingolási lázamat, hogy legalább kiélje. Jó, figyelj, a karanténban de... mindenki finnül tanult, agyagozott, közben Bikram jogázott, és egyébként 35 fogást. Figyelj, én 9 online kurzusra iratkoztam be, ami mind ilyen szakmai továbbképzés, egyiket csak kezdtem különben el, csak úgy mondom. Tehát, hogy érem például a karantén, ez pont ellentétes hatott, tehát hogy így ez... És könyvet akkor, nem tudtam befejezni a karanténalat. És akkor én mondjuk 3-at kivételesen, de egyébként és akkor mit csináltam? Még ostoroztam is magam, hogy ezt nem hiszem el, hogy itt van most a lehetőség, és mindenki más, mert tényleg már a csillagokban van annyi minden megvalósított. A gyerekem például megvan, elkezdett spanyolul tanulni, mert néztük a Money Heist című sorozatot, de még régen, és annyira imádja a szereplőket, hogy miattuk elkezdett spanyolul tanulni, hogy meg tudja nézni élőben. Tehát ő például így magától elkezdett. Hát én nem. Hát is vagy egyébként arra, hogy ki sminkel? Hát figyelj, nagyon. Tehát, hogy én nekem a tévében meg volt, mit tudom én, szerintem 2 vagy 3 sminkes volt, aki hozzám nyúlhatott. Nem is mindenki szeretett. Azok nagyon, tehát, hogy akiket közel engedtem magamhoz. Figyelj, egyébként az arc, ez tényleg olyan, tehát, hogy... Egy jó smink az tényleg csodákra képes, már egy jó alapozó, és a smink, tehát volt olyan tévében, tehát olyan sminkes, aki tudtam, hogy Rituka felrakja az alapozót, és ahogy ő felrakja az alapozót, tulajdonképpen nem is lenne szükséges, hogy bármi más felrakja, és akkor tudtam, hogy ha megláttam azt, ami Jézusom, na hát akkor utána mehetek majd a női WC-be, és akkor elkezdem javítgatni, tehát hogy így, mert egyfelől ez is érzék kérdése szerintem, másfelől meg tényleg annak a kérdése, hogy bizonyos arcoknak jól áll ez, vagy az másoknak nem, és egyszerűen tudni kell, hogy attól, hogy neked tetszik, attól nekem kell, hogy azt érezzem, hogy ez most az én fejem. De tényleg az volt a legjobb, és sose fogom elfelejteni. Volt egy címlapfotózás 1500 évvel ezelőtt, és egyébként már attól megőrültem, hogy vagy másfél órán keresztül sminkelt a sminkes, mert én ezeket tényleg nem bírom. Mindegy, de nagyon szépen megcsinálta a sminket, tényleg. De a stylist hozott valami botrányos ruhákat, de valami katasztrófa, tehát tényleg ilyen újatlan, fodros, nagy dekoltázsú. Így néztem, mondom, figyelj, most hogyha ez van, akkor fölveszem, de hát ez szörnyű, mindegy. Fotós megcsinálta a fényképet, és a fényképek tulajdonképpen egész jók lettek, egészen addig, amíg ő nem kezdett el alkotni. Akkor jöttek be ezek a programok, tudod, hogy akkor ugye... A retus? A retus. Most az egy dolog, hogy az újatlan fodros, eltűntek a fodrok, hosszújú lett a póló, befették a... Tehát ezzel az erővel mondom, meg is festhettétek volna, mert ezért fölösleges volt oda menne. És akkor valószínűleg, nem tudom, szélesnek találhatta az orromat, mert elkezdte lekeskenyíteni, eltüntett az összes anyajegyemet, a ránc... Figyelj! Mondtam, hogy nem, hogy az anyukám nem ismer rá, de még én sem magamra mondom. Lehet, hogy nem tetszik neked az, amit... Hát ez, sajnos ez vagyok én, tehát próbáljuk meg közelíteni a valósághoz, mert ez egyszerűen, tehát akkor tényleg azt érzed, hogy ez egy olyan arc, amit tényleg akár egy programmal valaki megrajzolt. Nekem vannak ráncem, hát vannak. Hát most, na mindegy, valamit finomított rajta, és egy éve, vagy nem tudom, pakolgattam a dolgozószobámban, ami nagyon ritka, mert nem vagyok ez az ilyen papírre pakolós típus. Nézem a címlapot, mondom, ki ez a csaj? Hát én voltam, tehát nem ismertem meg magamat, képzeld el. Tehát olyan szinten így bekeskenyítette, be nem tudom mit csinálni, hát én ezektől így. Te azért foglalkozol a napi dolgaival a világnak, és figyeled, hogy mi történik a világon. Ezekről a dolgokról, mint például az influencerek szárnyalása, hogy egyszerűen olyan százezres, milliós követőtáborral, és olyan nem is tudom, ráhatással és befolyásoló erővel rendelkeznek ezek a csajok, akár tényleg több millió kislányra, hogy politikusok és pártok sem. Igen. Erről mit gondolsz? Gyakorlatilag mindenféle produktum nélkül. Én ezt az a baj, hogy ezt alapvetően nagyon szomorúnak tartom, de sem tudunk emellett elmenni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon ebben a
az értelemben szerintem nagyon-nagyon rossz irányba megy a világ. Tehát egyre inkább azt érzem, hogy jóformán a tudásnak, vagy a belső szépségnek, a jellemnek, az elveknek, ezeknek lassan leáldozóban van, és én ezt nagyon-nagyon károsnak tartom. Tehát az, hogy mit tudom én, most nyilván nagyon sokféle van, de most, hogy valakinek a fő produktuma az, hogy két ismert szülője valamit csinál rendszeresen nagy tömegeknek, és akkor ő ettől több százezes követő táborra teszed, én ezt nem tartom jónak sem az ő szempontjából, sem azoknak a szempontjából, akik azt gondolják, hogy ez az irány. Hogy nem véletlen valószínűleg azt gondolom, hogy bepucsít a, nem tudom, a 14 éves kislány, és tényleg úgy néz ki, mert szóval ez régen a Playboyban voltak ilyen fotók, amiket magukról kiraknak gyerekek, mert hogy én őket gyerekeknek gondolom, ez ennek köszönhető. És nyilván lehet, hogy ez ilyen hülyeség, meg utopisztikus, hogy és azt ezek nem mondja el, nem tudom, meg tudja oldani a másodfokú egyenletet, és nem akarok ennyire ilyen ebben... Ez tényleg olyan idealista. Igen, jó, csak hogy valahogy hogy közelíteni, hogy nem, tehát, hogy nem csak az a dolog, hogy magamat mutogatom, és igazából bármi tudás, tapasztalat nélkül osztom az észt, és elhisznek nekem mindent, mert szerintem ez nem jó irány, de... Nyilván ők hülye, tehát látom, hogy ezt nem nagyon lehet változtatni, mert ebbe az irányba vagy. Én annyit tudok, hogy az én szűkebb környezetem, nevezetesen a gyerekem nevelésében belerakom azokat a dolgokat, amiket én fontosnak tartom. Ő azt nyilván felülbírálhatja, hogy számára mi az, ami követhető, meg követendő. És akkor megpróbálunk a kettő között egyensúlyozni. Azt se tetszik különben, és ugye ebbe az irányba megy a világ abban a szempontból is, hogy... Jó, ebben van köztünk, abban az értelemben különbség, hogy azért a kereskedelmi televíziózásban nőttél felé, meg a közszolgálati televíziózásban, és a közszolgálati televíziózásnak is ugye inkább a politikai újságírás, ami a... De hogy egy csomószor azt éreztem, hogy a kereskedelmi televíziókban is lehetne egy kicsit azért a műsorpolitikát úgy formálni, hogy mondjuk ne teljesen hülyítsük meg az embereket, hanem hogy... Tehát, hogy kicsit kevésbé, és akkor az milyen jó lenne, mert ugye azért az felelősség, hogyha sokan néznek. Tehát ez az én véleményem, és nyilván ezt nem sokan osztják, mert hogyha sokan... Te néztél Való világot? Nem. Tehát az nekem, én azt hiszem az elsőnek... Valahogy azt éreztem, hogy mit, ugye? Hogyha erre is gondolnál. A legelső, az, mint azt nem is nálatok ment, nem a legelső, utána a Big Brother volt, nem? Igen. Azt hiszem. Na, azt hiszem, hogy abból egyetlen egy részbe belenéztem, csak azért, hogy legyen valami benyomásom arról, hogy ez mi, és én azt mondtam, hogy na most itt a világnak a vége. Tehát, hogy nekem ez... És akkor innentől kezdve az összes ilyen, hogy Való világ, meg nem tudom, hogy szeretem. Ezzel... szerettem. Annyira szeretem. Hát elhiszem. Én ezt elhiszem. Az a különbség, a te műsoraidban a ruhában voltak az emberek, az enyémben az igaz, ott legalább lehetett beszélni, érted? Figyelj, de ez most hülye hangzik, Lilu, mert ezt te meg tök jól csináltad. Tehát ugye nem azt akarom mondani, hogy mert nyilván megvan a létjogosultsága, mert baromi sokan nézték. És én nem azt mondom, hogy nem lehetnek ilyen műsorok, csak amikor én azt látom, hogy lassan már megvetjük a gondolkozó embereket, vagy azokat az embereket, akiknek véleményük van, és nagy Isten a véleményük mondjuk ellentétes a főirányzata, és azt nagy Isten még el is mondják. Tehát ugye én ebben az értelemben így elég sötéten látom a világot. Egyébként, amikor leültünk, és mondtam, hogy ugye nekem más, egyszerűen más így az első gondolatom veled kapcsolatban, azért a végén csak azt csinálod, hogy alig sminkelsz, és arról beszélsz, hogy már pedig mi lenne a helyes, és mi nem a világon, és hogy kellene... Akkor látod, mégiscsak nem az van, hogy én vagyok előítéletes, vagy mondjuk akik körülötted vannak, vagy nem ismernek jól azok előítéletesek, hanem azért csak ezt csinálod. Alig sminkeltél. Hát igen, de nézd meg, hogy közben a világot helyre raktad. Jó, de akkor nem, az vagy. Ez lehet, de közben meg te itt vagy, és többszörösen beszélhetek veled, és eszembe se jut, hogy nekem így most megint kikéves mért. Jó, csak gondolom, hogy eszem. Ez meg lehet, hogy itt sok lesz, várj. Ez a, tehát, hogy igen, tehát ez is biztos, hogy... Igen, én szeretek beszélgetni ilyen dolgokról, és meg ugye elmondani a véleményemet, aztán így nem... Most csinálom, látod, mert most itt egy figyeltem, hogy nem csinálom eléggé, és akkor most így azért így csinálom, hogy a... Például ez is ilyen, tehát a sarkosság, hogy én nagyon sokszor, és lehet, hogy például ez van, hogy nem járok kozmetikushoz,
hogy én nagyon sokszor, hogyha nem csinálok valami általam értelmesnek vélt tevékenységet, akkor rögtön elkezdem magamat ostorozni, hogy mi haszna vagyok, egy semmire kellő, és az, hogy napközben, amikor mondjuk lenne időm leülni, mondjuk szép irodalmat olvasni, helyette inkább előveszek egy olyan, mit tudom én, érzelmi intelligenciáról szóló könyvet, amiről azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert ezt elolvasom, akkor azt be tudom építeni a tréningembe, akkor a tréningem az sokkal jobb lesz, mert hogy hát milyen már az, hogy valaki leül és akkor csak úgy olvasgat, tudod? Tehát, hogy ez biztos van egy ilyen is, és a sminke, milyen már, hogy aha, most... Értem. Tehát, hogy ez az érdekes dolog. De az, hogy mondjuk a órákat töltsük az edzéssel, az például... De az nem inkább az egészség, az nem inkább az egészségről nem, szól, nem? Nem, ezt mondhatnám, és akkor ez ilyen nagyon... Ez abszolút, aha. Tehát, hogy jó, nyilván az egészség is, hogy ez nagyon fontos, de ez az, hogy basszusnak, akkor gyerünk, essünk neki, tehát, hogy ez a... Úgyhogy az inkább arról szól. Hát most teljesen szürreálisra fogom tenni ezt a beszélgetést, de hogy oldalt festetted a szempilládat, és belenéztél a tükörbe, tudod, kire hasonlítasz? Na. Nagyon durván. Na. A Victoria Beckham. Hát figyelj, egyébként most esküszöm, tudtam, hogy ezt fogod mondani, mert képzeld. Néztelek. Képzeld, de ez egy nagyon érdekes dolog, és pont a bal profilom. Ugye? Jó, hogy most voltunk egy kerti partin, és volt egy ilyen lovaspóló verseny, mindegy, és azt néztük, és a fotós lefotózott, és kirakta ott a meghívónak a Facebook oldalára. És ott ültem, úgy voltunk, hogy én, a Luca, meg a férjem. És egy profil volt, de rajtam volt még egy nagy napszemüveg. Na basszus, esküszöm, mint a Victoria Beckham. Tehát, hogy tényleg, és most nem akarom. És egyszer mondta nekem ezt, tudod ki mondta? Friderikus Sándor. Tehát a Friderikus mondta, de ez még 100 éve le, hogy Szilvia maga nagyon hasonlít. Jaj, mondom Sándor, de jó lenne, de hogy... Most belenéztél a tükörbe, és festetted, és egy az egyben az orrod, az állad, az arccsontodnak a magassága, nagyon durván. Igen, ezt képzeld el, hogy ezt mondom, tehát, hogy ezt én magam is így gondoltam. És kicsit szemből szemben néz ki, meg mit tudom, egy kicsit ilyen szimmetrikusabb az arca, de hogy tényleg fél profilból. Meg tudod, mit szoktak még nekem mondani, hogy kire emlékeztettek? A Juliette Binochra. Aminek meg azért szoktam örülni, mert azt meg imádom. Tehát annyira jó színészőnek tartom, meg gyönyörű, meg nagyon tehetséges. Tehát, hogy nekem olyan érdekes, hogy nekem a tehetség, jó, nyilván ő szép is nagyon, de hogy nekem a tehetség megszépíti az embereket. Meg tehát, hogy... Az az egyik legszexibb tulajdonság a világon. Igen, tehát, hogy így... Nagyon. Igen, most így. De komfortos neked egyébként így, hogy vesz a kamera, tehát, hogy nem érzed magad rosszul attól? Nem zavar. És sminkelsz? Nem, abszolút nem. De ez is olyan, tudod, hogy például nem szeretek fotózkodni. Tehát amikor mondjuk egy címlap fotózásra el kell menni, és akkor álljál be. És akkor attól olyan ízésen érzem, mert az nem a terepem. De azt, hogy most kifestem magamat, mert most a műsorban ez meg így jó, hát vetkőzni ne kelljen. Tehát mondjuk az tehát, eszem hogy annyi. Eszem állam, hogy megkérni téged. Ez így nem zavar egyáltalán. Valószínűleg egyébként ebben az is benne van, hogy én annyira megszoktam ilyen értelemben a kamera jelenlétét, hogy nem frusztrál. Jó, ezzel már sokat nem tudok kezdeni, hogy most csinálnám, hogy úgy nézzen ki, mint hogy nem tudom, de most azt nézem, hogy például fél oldalra lett a szemem, mert ezen az oldalon nem jól sikerült. És akkor ezzel szoktam játszani külön, és akkor például elmegyünk valahol, és már a késésben vagyunk, és akkor jó, már csak ronta, értem, de most nézd meg, hogy az úgy nem lehet elmenni, és akkor most ezzel szarakodok, vagy bocsánat, hogy itt még ezt meg kell csinálni, mert ez máshogy alakult, és akkor azt így. Aztán egyenesre szoktam például kicsit csalni. Erős rúst használsz? Mikor, hogy? Régen sokkal többször használtam erős rúst, tehát például az Aktuális című műsorban, ami azért tényleg nagyon komoly politika volt, ott például a producer mondta, hogy tessék piros rúst feltenni, és akkor föltettem a piros rúst, de nem szeretem. Nekem az erős rúst, a érdekes dolog, az arról például az a benyomásom, hogy az öregít. A halványabb rúzs, attól olyan frissebb lesz, frissebb lesz az arcod. Az is lehet, hogy az erős rúzshoz még pluszban az társul, hogy mondjuk egy erősebb piros rúzs az olyan nős, tehát hogy egy olyan érettebb nő, én meg szeretem magamat ilyen fiatal kislányként apostrofálni, ami persze már az én kor, hogy mondjam, már nem annyira reális, de hogy nem érzem annyira magam amennyi, és akkor így ebből adódóan nem is akarom így...
Tökre emlékszem, amikor Luci kicsi volt, és ugye vittem sétálni a babakocsiba, és akkor az volt a fejemben, hogy hát biztos mindenki azt gondolja, hogy én csak a babysittere vagyok ennek a gyereknek, vagy ilyen fiatal lánynak, nem lehet gyerekem. Nyilván senki nem gondolta ezt, mert azért nem néztem úgy ki, érted, mint egy nem tudom, egy 12 vagy 15 éves, de valahogy tudod, amit belülről gondolsz, hogy hát te úgy élsz, meg úgy viselkedsz, meg nyilván például se gondolod, hogy most mit tudom, pont egy kerti partin voltunk lenn barátoknál, és hajnal fél ötkor, 8-an voltunk összesen, hajnal fél ötkor még ezerrel ment a magnó, táncoltunk a kertben, énekeltünk, annyi, hogy egy kortyalkot ittam volna, tehát hogy így, szóval, hogy én tehát ilyen vagyok, csak nem, hát ez így nem jön ezt el. Így gondolnám, vagy szóval, hogy nem gondolnám, hogy nem. Oda kell egy kicsi fekete, és akkor már nagyjából már hasonló. Nem? Nekem egy forma, de igen. Nekem már 7 perce is egy forma volt. Na például ez, hogy én annyira maximista vagyok, hogy ez egy agyrém, és akkor egy tudod, ilyen nagyítóval nézem, hogy biztos, hogy ez jó-e, mert látni már lassan nem látok semmit se. Úgyhogy nem raktam a kontaktlencsém, akkor például biztos nem tudnám kifesteni magamat. Na jó, szerintem ezt most már hagyjuk, és akkor még egy kis rúst, vagy ez nincsen? De ott van előtted. Ja, hogy ott vannak. Ja, hogy ezek, na nézzük akkor a választékot. Na, kíváncsiak, hogy melyiket. Ez egy ilyen ciklemenes. Egyébként a ciklement imádom, mint szín. Na, ez lesz egyébként a befutó szerintem. Már csak így. Vagy még ez narancsos, de nem, azt hiszem ez. Én bizalommal vagyok, lehet, hogy simán rúzsadok ezzel a rúzsal. Ezen gondolkozom, hogy ebben a mai tudsz, világban. Tehát, de hogy tudsz, így ez a... mert... És akkor szoktam annyit csinálni, hogy kis papírral rá, hogy az ujjamat berakom, hogy ne legyen a fogam, és akkor így kicsit így megcsalunk, hogy nagyobbnak tűnjen. És őt ne eszembe. Ugye keskeny a szám, tehát és ugye nagyon sokan, akiknek ugye kicsit föltöltetnek, hogy nagyobbnak tűnjön, de én inkább csalok, meg a tévében azt csináltam mindig, csak hogy ilyen kulisszatitkokat eláruljak. A tréningében is ezt szoktam magyarázni, hogy akinek keskeny a szája, ha nem csukod be, hanem egy picit résnyire tartod, akkor azzal optikailag lehet csalni. Erre odafigyelek. Na. Erre odafigyelsz, ennyit megér, de az soha nem tennéd meg, hogy mondjuk beletöltess egy azt picit. Azt nem. Mondom, és akkor biztos, mindig lehetne csukva. Mindig lehetne csukva, de meg is kibírom, hogy nyitom. Tehát, hogy így, de egyébként valószínűleg ebben az is benne van különben, hogy az a félelem, hogy mondjuk mi vagy, ha elrontják. Mert azért láttál már olyat, tehát, hogy azért a világ történelemben kicsit, hogy úgy mondjam, nem annyi, tehát sose fogom elfejteni. Az edzőterem, ahol lejárok, mondjuk most 1000 éve nem voltam, de mindegy, én oda csak azért mentem mindig le, hogy futás, futógép, és akkor ott volt egy edző, hogy akkor ezt csinálják, azt csinálják. És ott volt egy lány, aki egyszerűen már annyira visszataszítóan nézett ki attól a sok beavatkozástól, hogy azt nem tudom elmondani. Tehát, hogy amikor már úgy van föltöltve a szája, hogy én csodálkozom, hogy egyáltalán kibírja nyitni, tehát, hogy a szemöldök ez az örök csodálkozás, tehát, hogy így már följutott, na az, tehát, hogy így amikor hogy följutott már így a homloka, vagy már majdnem a halántékánál, a gondolom a botox a homlok, szóval, hogy az ekkora, éves. De mondjuk ekkora mell, szerintem még ott fenék ízés volt, implantáció. Szóval... 25 éves lányok járnak botoxra. Most jó, nem olyan régen csináltam egy beszélgetést. Igen. Plasztikai sebésszel, és mondjuk ilyen 22-23 pluszban kérik először a hyaluronos töltést, a botoxot, a mit tudom én mindent. Hát figyelj, nekem is az egyik ismerősömnek a lánya most mutatta, hogy 22 évesen föltöltötte a száját, és mondom, és mert hogy, hát mert olyan keskeny, de hát mondom, és akkor ez most meddig tart? Fél év. És mondom, akkor minden fél évben innentől kezdve megy. Hát most lehet. Lehet, hogy ez kell, én nem tudom. Én megmondom, én abban hiszek, hogy nyilván kell egy szép arc, vagy a körülményekhez képest egy jó, de ha valaki megszeret téged, meg fontos vagy neki, akkor nem ilyen nagyítóval nézegeti, hogy nem tudom. De hát lehet, mindegy. Na mindegy. És akkor lényeg az, hogy volt ez a lány, és futottak ott a mellettem levő géppel egy másikkal, és akkor a másik elkezdte neki mondani, hogy hát ő most el akar menni, nem tudom, megcsinálta azt a szemöldökét, és akkor mondta ez a hölgy, hogy hát menjél az én, nem tudom, mondjuk azt Marcsikámhoz, mert hát nézd meg, hogy úgy megcsinálj, nem is lehet rajtam látni. És majdnem leestem komolyan a futógépről, hogy ő tényleg nem látja, hogy egyébként, tehát hogy még bottal sem akarom arra piszkálni, mert egyszerűen annyira visszataszító a fej attól, hogy gyakorlatilag nincs rajta egy természetes semmi se.
Ő szerint ez senkinek. Jó, hát múltkor elrontott a kicsit, de egy hét, és akkor visszacsinálja, és hanem... Na, szóval, na, úgyhogy valószínűleg a félelem is így bennem van, hogy, hogy azt már nem tehet. Hogy így, amit lehet, azt kihozom, hát ha nem ennyit lehetett, akkor ennyit lehetett, most mit van mit tenni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.